Talán egy éve lehetett. Szörfölve a csatornák közt leragadtam egy dokumentumjátékfilmnél. Zuhanás a csendben. Három hegymászó története. Egyikük az alaptáborban marad, ketten pedig Joe Simpson és Simon Yates a Siula Grande közel 7000 méteres csúcsának meghódítására indul. Sikerrel járnak, de lefelé megtörténik a baj. Joe Simpson a lábát töri. Társa megkísérli a lehetetlent, megpróbálja egyedül lementeni. De megtörténik a még nagyobb baj, Joe egy gletszer hasadékba csúszik. A kötélre rögzítve lóg a levegőben, fölmászni képtelen, fölhúzni lehetetlen. Simon órákig tartja, ereje fogytán, lassan maga is csúszni kezd a szakadékba. És akkor elvágja a kötelet. A Jézust eláruló Júdás érezhette azt, amit ő. Visszamegy az alaptáborba. Társa látva lelki állapotát úgy dönt, így nem mehetnek emberek közé. Néhány napig még a hegyek közt maradnak. De a gletszer hasadékba zuhanó Joe Simpson fönnakad egy hópatkán, kezelába eltört, de életben marad. A mélyből visszamászni nem tud, és elindul lefelé. Micsoda erőt adhatott neki, amikor rádöbbent. A gletszer szakadék lent nyitott. Leírhatatlan kínok közt két nap alatt, miközben elveszti testsúlya egyharmadát, visszaér a táborba, ahol egyszer csak meghallják a nyöszörgését. Döbbenetes történet, megrázó film. Sátraink egykori alaptáboruk helyén állnak. Ma elmegyünk a Szerepokocsa gletszertóhoz. Oda-vissza megtesszük Joe Simpson keresztútját.